Köszöntöm a nézőket! Tónavár megye is óriási népességvesztést szenvedett el a török uralom idején, és ezt a vérvesztességet a birodalmon belül, rövid időn belül csak telepítéssel lehetett pótolni. Paks 18. századi településképe rendkívül sivár volt. A Rákóczi szabadságharc végére, amíg itt lévő délszláv eredetű Rácz népcsoport is elhagyta a környéket. Csápapuszta határában az egykori Rácz temető, ami az ő emléküket őrzi, de az is már ma csak mint régészeti lelőhely van nyilvántartva. A megyeszerte meginduló sváb betelepítések több hullámban történtek. A monográfia szerint az első német telepesek a paksi összeírásokban 1727-es évtől szerepelnek. De például 1729-ben már 74 magyar és 84 német telkes, illetve féltelkes jobbágyot tartalmaznak az összeírások. Az 1720-as, 30-as években Hessenből, Württembergből, Darmstadtból, Fuldából, Elzászból érkező német telepesek révén első körben az evangélikus családok száma növekedett meg itt Pakson. És nem véletlenül állunk itt a Pál, Péter és Györkönyi utcáknak a kereszteződésében, deltájában, ugyanis ezek a német evangélikus családok itt az úgynevezett Pipiskében és Páliban, vagyis a Kápolna, Pál, Györkönyi utcák határolta területen építették fel a házaikat. A sváb katolikusok, akik közé apai felmenőm is tartoztak és itt laktak az Akác utcában, ezek a sváb katolikusok Württembergből, Rajna vidékéről, Fálc környékéről, a Mainzi érsekség területéről, Elzász-Lotaringiából érkeztek, és ők a főutcától nyugatra eső mellékutcákat foglalták el, nevezetesen a Kossuth-Lajos utca, Fehérvári út és a Rákóczi utca határolta területet. A magyar reformátusok inkább a belvárosban, a nemesi kúriák közelében, a történelmi városmagban és a Hidegvölgyben telepedtek le. Az őstelepes magyar jobbágyok, zsellérek pedig a sokáig zárt településként épülő, később fokozatosan benépesülő újvárost építették fel. A Galíciából és Morvaországból betelepülő zsidók érthető módon a kereskedelmi szempontból legfrekventáltabb főutcai területet és annak közvetlen mellékutcáinak az elejét foglalták el, és úgy, hogy a főutcai épületekben mindjárt üzletet is nyitottak a főutcára. Ezen betelepülések hatására Paks lakossága 2-3 ember öltő alatt 860 főről 8600 főre, vagyis a lakosság száma 10-szeresére emelkedett. És Paks település szerkezet egészen az 1960-as évekig megőrizte ezt a város újratelepülésekor kialakult vallási, nemzetiségi, foglalkozási elkülönést. Természetesen a következő népességrobbanást az atomerőmű beruházás okozta, 70-es évek közepétől már felhigult ez a zárt elkülönülés. A sváb telepesek népviseletéről a Dunakömlőd és Németkér telepítés történetét feldolgozó Schilling Roger ciszterci atya 1933-ban feldolgozott tanulmányából kapunk képet. Ebben ő is idézi Egyed Antal paksi plébánosnak 1828-ban az akkori németségről megfogalmazott véleményét. Ugyanis Egyed Antal szembeállította a korábban betelepülteket az újonnan betelepültekkel, és úgy vélte, hogy akik korábban betelepültek, ők mostanra, akkorra a nemzeti ruhát felvették, a magyar nyelvet megtanulták. Igaz, újonnan betelepültek, így például a dunakömlődiek is, megállapította, hogy még mindig térdigérő bugyogót, harisnyát és cipellőt viselnek, illetve azt a jellegzetes háromszögletű csúcsos kalapot. Hihetünk neki, hiszen 1826-ban ő szentelte fel a dunakömlődiek templomát, így láthatta, ismerhette a népviseletüket. A nőknél jellemző volt a fálciak jellegzetes fejkötője, úgynevezett haube, illetve bőújú blúzt viseltek, réklit, ez hátul egy ilyen rakott, ráncos kötényszerű anyag volt, mint egy szoknya is majdnem összeért hátul, illetve az idősebb svábok még a 20. század elején is viselték ezt a réklit, viszonylag sötét színű ruhákat hordtak, a harisnyák viszont rikító színűek voltak. És csatos négyszögletű, csatos bőrcipőt viseltek. A férfiak inkább facipőt hordtak, klumpát, klumbe, illetve nyári időszakban papucsot, bőrpapucsot, úgy hívták, hogy pacsker, illetve viselték ezt a csatos cipellőt ők is.
A háromszögletű csúcsos kalapot a férfiak idővel elhagyták, és valamikor az 1840-es években fokozatosan átvették a testhez álló magyaros zsinóros nadrágot és csizmát. Az 1841-es paksi birtokkönyv jobbágyainak 80%-a németes nevet viselt, és mindössze 20% volt a magyar nevek aránya. A paksi svábok elmagyarosodásának gyorsasághoz hozzájárulhatott az is, hogy a magyar nyelvet ugye gyorsan felvették, illetve már a keresztneveket is magyarosan használták, sőt a 19. század végén kialakuló paksi ragadvány neveket, ugye az azonos nevű családok egymást megkülönböztették, ezeket is magyarosan kezdték használni. Tehát egy példával illusztrálva, aki korábban Johann Kern volt, és világos haja miatt Weiss volt a beceneve, őt ezután már magyarosan úgy hívták, hogy Kern János Szöszke. Gyerekkoromban is egy olyan természetes közeg volt ez, aki innen jártunk iskolába, mert nem foglalkoztatott, nem volt a tudatunkban, hogy miért van németes családnevünk. Akár mondhatom Feil, Fink, Till, Pumerschein, Ulbert, Wolf, Weiss, Wallner, Eberling, és itt folytathatnánk. Ugyanakkor mindvégig megfigyelhető a egyes magyar nyelvű szövegekben a svábos kiejtést követő akcentus megjelenése. Ilyen szavak is írásmódok figyelhetők meg, mint például a telkes gazdaság helyett telkes kasztaság, zab helyett szab, paksi helyett baksi, négy helyett négy, vödör helyett vótor. A magyar nyelv előretörését megfigyelhetjük akkor is, amikor 1842-ben Daróczi Zsigmond kanonok felhívására a Rókus kápolnát újraépítették és felavatták. Ugyanis ekkor a rend szerint német hét következett volna, mégis ekkor a magyar nyelvű ének zengett a népajkán. A 1845-ben a már 9000 lelket számláló Mezőváros katolikus és evangélikus németeiről írják egy országos hetilapban a következőket. A magyarosodásban a fiatalabb nemzedéknek örvendetes haladását tapasztalhatni. És az 1880-as években a szomszédos Németkéren, Kír-Kéren az ottani lelkész már felváltva magyar és német nyelvű beszédet, prédikációt tartott az ottani híveknek, akik alig 100 éve érkeztek a Mainz vidékéről. A kömlődi részben francia eredetű, elzászlótoringai telepesek első körben elnémetesedtek. Ezért az ő asszimilációjuk egy kicsit lassabban haladt. Hőke Lajos, 19. századi történész volt, aki úgy vélte, hogy a Kömlőthöz közeli paks svábjainak gyors elmagyarosodása idővel hamarosan a dunakömlődi svábokra is ki fog majd terjedni. Tartsanak velünk legközelebb is, ahol kiderül, hogy bevált-e a kömlődiek gyors elmagyarosodását ígérő jóslat.